Puis Tvrtko vagyok, 42 éves, Magyarországon születtem, Pécsett is élek, félig-félig meg Budapesten a családommal. Mindenki más és más, mindenkinek megvan a saját emberi története, újságírói története. Úgyhogy nem hiszem, hogy nekem kellene neked, kiváló újságíró kollégának elmondanom, hogy te hogyan légy újságíró. Én járom a saját utamat, te meg a saját utadat. Engem a délszláv háborúban, amikor tolmács voltam, akkor körbezártak. Én a Magyar Televízióbanak a helyi stúdiójába, Pécset bekopogtattam, hogy jó napot kívánok, anyanyelvi szinten beszélek szerbül, horvátul. Majd újságíró is szeretnék lenni, hiszen jelentkeztem az Ágrábi Tudományegyetem bölcsészkarának újságíró szakára. És felhívtam a Magyar Televízió híradóját sírva Budapesten, hogy most azonnal mentsenek ki. Mondták, hogy hát nem tudnak kimenteni, hát nincs benne a stáb, de ha már ott vagyok, mondjam el, hogy mi a helyzet. Én elmondtam, hogy mi a helyzet. Anyám, akkor még működtek a telefonok, anyám este üvöltve hívott, hogy most azonnal menjek haza. Mondtam, hogy anyám, én mennék, csak nem enged a néphadsereg. Például felhívtak Angliából, hogy keresik a Magyar TV tudósítóját. Mondtam, hogy ő nincs bent, mert nem jut be, de én vagyok itt. Akkor mondjam meg, hogy mi a helyzet, ugyanis egy délszláv háborúban, szerbek-horvátok között egy deklaráltan magyar srác mond valamit, akkor az ugye lehet, hogy rosszabb színvonalú, de biztos, hogy objektívebb gondolták ők. Mondtam, megszületett szerintem minden idők legamatőrebb, hogyha egy kicsit vulgárisabban fogalmazhatok, leghülyébb tudósítása. All bloody floor around, lot of people died, big war in Yugoslavia. Hazatértem Magyarországra, és kaptam egy ösztöndíjat az Egyesült Államokban, Miami-ban, az egyetemre. És én végül is utólag tanultam azt, amit korábban csináltam. Tehát, hogy bővebben fejtettem egy picit ki, de nagyjából így kezdődött. De azt tudtam mindjárt az elején, hogy nem politikusok, nem halottak száma, és nem politikai ellenségeskedés érdekel engem, mert az egyik fél úgyis ezt mondja, a másik meg úgyis azt mondja, és én 19 évesen akkor nem fogok tudni igazságot tenni, és nem is akartam, hanem emberi történetekkel akartam foglalkozni. A délszláv háborúban a sérült lányoknak szépségversenyt rendezőről, a pince alá, pince mélyébe behúzódó diszkósról, aki azt mondja, hogy nálunk akkor is lesz diszkó, és akkor is jól fogjuk magunkat érezni, mert nem tudnak minket legyőzni. Vagy a tojás Schwerzerről, aki 3 német márkáért árulta az 1 darab tojást, és a nagymama odament, és az unokájának vette egy tojást a hiánygazdaságban. Szóval, hogy én ezekkel akartam mindig foglalkozni. Vannak olyanok, a társadalmon belül, akik mindenben megtalálják azt, hogy mi a rossz. Na, én az vagyok, aki minden rosszban is megpróbálja megtalálni, hogy mi az a jó. Fú, te! A bátor riporter mitosza egy fogorvosi székben teljesen összeomlana. Nem láttak még engem fogorvosi székben, ne is lássanak. Én ide voltam a világ talán legszebb szigetén. Hawaii-sziget világ második legnagyobb szigetén. Maui-n csodálatos volt. Sütött a nap. Meg homokos a tenger, meg a Baywatch filmeknek a gyönyörű képeit viszont látod. Én 121 országban, 122-ben voltam, az egyik közben ketté szétesett. Számoljuk ketté. Nem igaz, mert az egyik meg egyesült, úgy akkor még 121. És mégis Pécset találtam meg mindig is azt, ami az enyém. Tudod miért? Mert ahogy neked is a gyerekkorod élményei biztos, hogy megvannak, és talán ugyanezek, talán mások, hogy apukámmal a Széchenyi téren etettük a galambokat, hogy a Mecsek cukrászdában 2 gomboc csokoládé, 1 gomboc tejszíhabot ettünk, hogy ott lettem először szerelmes, és a Hunyadi János lovánál, ahol minden pécsi fiú és lány találkozik a randevúnál, hogy mi is ott randevúztunk, hogy a lakatfalon, ahol a szerelmesek lakatot rátesznek, és ma már több 1000 vagy talán 10 000 lakat is van, ott tettem Zsolnai Gyöngyivel föl a lakatomat. Szóval, hogy az az enyém, és annál szebbet, jobbat nem tudnék elképzelni, még Magyarországot is le tudom szűkíteni. Szeretem Budapestet, ott is lakom, gyönyörű város, de nem a teljesen az enyém. Én nem udvariasságból mondom azt, hogy meg hát most ugye nem is ott vagyunk, Székelyföld az teljesen magában ragad. Székelyföld szépsége, gyönyörűség, az embereknek a kedvessége. Maui szigetvilága valami csoda. Azért volt jó megnéznem Észak-Koreát, hogy utána tudjam értékelni, hogy mennyire jó helyen élek, mert az egy borzalom. De hogyha egyet kellene mondanom, akkor azt mondom, hogy Pécs. Pécs, Baranya megy a Magyarország. Mikor felkapcsolódnak a lámpák, kérem önöket, csak azt tapsoljon, aki sokkal erősebbnek érti saját magát. Felnőtt 19 évesen, ott haltak meg mellettem az emberek, de nem meséltem róla, meséltem számomra sokkal fontosabb dolgokról. Ebben a pillanatban csak azt tapsoljon, aki erősebbnek érzi magát. Köszönöm, hogy meghallgattak.